Atenor az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztő. Innovatív A+ kategóriás, zöld környezetben lévő épületei vonzák a bérlőket. A 8. kerületi Aréna Business Campus első épületét 2020-ban adták át, második épülete 2021-ben készül el. Az Atenor irodaházai a legmodernebbek és a legzöldebbek. Műsorunk a HRP Solar üzletágának támogatásával jött létre. Napelem projektek üzleti fogyasztóknak is. Akár 3 éves megtérüléssel a HRP Solar csapata és partnerei kivitelezésében. Ez a 10 éves lakásvásárlatos csatornán, szeretettel köszöntöm Önöket. Mai műsorunkban a lakáspiacról, a lakásokról lesz szó, különböző megközelítésben. Szóval ez a piacról, milyen piaci folyamatok figyelhetők most meg, érdemes a vásárolni, vagy inkább eladni, vagy várjunk ki. És ez egy picit tudományosabb megközelítése is, de azért nagyon gyakorlati. Szóval ez a felújításokról és a bérlakásokról is egy picit. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Párdi Zsófiát, aki a Társaság a Lakásépítésért és Felújításért Egyesületnek a kutatási vezetője, menedzsere. Szia Zsófi! Köszönöm szépen! Beszéljünk először, hát ugye a lakásállomány az olyan, amilyen, ugye most a legújabb felmérések szerint, a statisztikai felmérések szerint ugye most már 4,4 millió lakás van Magyarországon. Nem nőtt a bérlakások aránya, mi több csökkent, ugye mivel több lett a lakás, tehát arányosan csökkent a bérlakások száma, mi több az önkormányzati tulajdonú bérlakások száma, még jobban csökkent. Ezt hagyjuk a beszélgetésünk második felére. Ami ugyanilyen égetően fontos és szükséges, a felújítás. Régóta mondjuk már mind a kettőt. Te is, én is, mindannyian, vagy nagyon sokan. Óriási elmaradásunk van a felújítást tekintve, és sokszor kerül elő, és látjuk azt, hogy milyen állapotban vannak azok az épületek főleg, amelyek mondjuk 100-120 évvel ezelőtt, tehát még a monarchia idején épültek, és hát ebből komoly bonyodalmak származnak. Ugye a lakók, a tulajdonosok összetétele ugye egyre idősebb, tehát nem nagyon van arra pénzük, hogy felújítsák. Tehát itt valamit tenni kell. Na mit lehet tenni ebben a helyzetben? És itt nem csak a 150 éves, a 120 éves lakásokról van szó természetesen, vagy házakról. A felújítási témakörben nagyon érdekes dolog, és én mindig hangsúlyozni szoktam a különbséget, amiről mostanában nagyon sokat beszélünk, az nem egyszerűen csak felújítás, hanem energetikai korszerűsítés, sőt, energetikai korszerűsítési munkálatok sorozata által mély felújítás, amire most nagyon nagy szükség van. Mély felújítás, ez fontos. Igen, ez egyébként már a Nemzeti Energiastratégiában is így szerepel, hogy erre lenne most nagyon nagy szükség. Természetesen arra is szükség van, hogy megújuljon valakinek a komfortosabb legyen a lakása, szebb legyen, stb. De ami most leginkább égető, az bizony az energetikai megújítás. Amit már korábban, bocsáss, hogy azzal folytatod, amit korábban már elkezdtek a paneleknél, ugye? Ugye van 800 ezer panel, nagyjából hát annak a 3/4 része felújítva bizonyos formában, de nem energetikailag mind. Tehát nagyjából fele lett komplex energetikai felújítás. Igen, a komplex felújításban ugye sok minden tartozik, mert szigetelés és gépészet és nyilászárócsere, és esetleg ugye megújulóknak a... Tehát, hogy ez igazából egy komplex mérfelújítás, most itt elnagyolva igazából. Például ugye volt felújítási forrás nemrégiben, otthonfelújítási támogatás, ugye ennek 43%-ában, a felújítások 43%-ában történt valamiféle energetikai felújítás. Tehát ez is fontos, hogy amikor támogatásról beszélünk, akkor pontosan mire ad támogatást mondjuk az állam. Amikor tudni lehetett, hogy ez a felújítási támogatás véges, illetve hát volt egy kijelölt vég határideje, előtte már a szakma szorgalmazta azt, hogy folytatódjon
a támogatási program, de úgy, hogy elsősorban az energetikai korszerűsítéseket támogassa, tehát nem mást. Nyilván a többség nem jacuzzit meg pergolát épített, de elvileg azt is. Tehát, hogy ilyeneket, de akár a burkolatcsere se tartozzon bele, hanem tényleg kifejezetten. Ugye egyedül az MNB-nek a zöld hitele volt olyan az elmúlt időszakban, ahol valóban energetikai megújítás, és meg is határozták, hogy milyen fajta, milyen mértékű javulást kell elérnie az ingatlannak. És jó feltételekkel működött, igen. Ugye, mármint a kamatot. Sajnos ez is a most már múlt idő, egyelőre az információ szerint ez nem tér vissza. Oké, hogy a legfontosabb az energetikai felújítás természetesen. Azzá vált, hiszen az energiafelhasználás ugye az utóbbi egy-két esztendőben kritikus lett Európában, de világszerte. Magyarországon még érzékenyebb erre természetesen. Mondjuk a tél egy picit segít, hogy enyhébb, de azért ne bízzuk a nyáron meg hűtünk, tehát valahogy meg kell oldani. Milyen források állhatnak rendelkezésre ez a nagyszabású programhoz, mert itt erről van szó, és egyáltalán hány lakást érinthet ez? Ugye az újakat nyilván nem, de annyi új lakást nem épült az elmúlt időszakban sajnálatos módon. Mi több, amióta az energiára nagyon figyelünk, azóta azért elég kevés lakás épült. Néhány tízezerre tehető. Jelen pillanatban gyakorlatilag a falusi csok az, amelyen keresztül támogatást lehet kapni korszerűsítésre. Azért ez elég szűk, hiszen csak a kis településeken is, ott is csak a gyerekesekre vonatkozik, ők igényelhetik ezt a támogatást. Tehát az nagyon fontos, tehát ennek kell lennie, tehát, de hogy ennél sokkal többre volna szükség. Mert a kis bocsánat, ha már említett a kis településeket, ugye nagyon sok vályokból épült ház is van még, ami ugye nagyon jól tartja, energetikai szempontból nagyon jó, de arra is ráférjük. Nagyon nyilván. Sok kádárkocka van, amelyeket aztán végképp fel kéne javítani mindenféle szempontból. Minden esetre az biztos, hogy szakértők azt mondják, hogy egy 130 ezer mélyfelújtást kéne évenként végezni. Ez körülbelül egy olyan, hát ugye 3%-nyi mélyfelújtása volna szükség, egyébben most 1%. Tehát, hogy ez mindenképpen nagyon kevés. Mennyi az a lakásszám, ha már említetted ezt a 130 ezeret? Az összlakásszámait föl kéne újítani. Hát 70-75% körüli számokat mondanak a szakemberek. Tehát a 4,4-re vetítve. Igen, igen. Nem kevés. Ugye különböző számok szoktak napvilágot látni, tehát olvastam például az EVOSZ javasolja az évi 250-280 ezer felújítást, bár ott nincsen igazából ez a mély felújítás megkülönböztetve a felújításoktól, de hát valójában... Hát 12-13 évet jelentene. Igen, mindenképpen hosszú idő. Ugye most arra számítunk, hogy esetleg az Európai Uniós forrásokból kerül valamennyi pénz, hiszen a helyreállítási és reziliencia tervnek egy új fejezetéhez kérhetett Magyarország is, mint az összes többi tagállam, egy új fejezetben, a Repower EU fejezetben forrást. Ez kifejezetten azért született meg az Európai Unióban, hogy a tagállamok az EU legkésőbb 2030-ra le tudjon válni az orosz gázról, és Magyarország 2600 milliárd forintnyi forrást kérhet. Igen. Augusztus 31-ig kellett ezt a tervet benyújtani, amiben sok minden szerepel. Természetesen nekünk egy kicsit fáj, hogy a lakóépületek felújítására csak egy nagyon pici forrást tervezett be a kormányzat. Nyilván a többi dolog is fontos, tehát nem azt én most nem kérdőjelezem meg, mert nem a tisztem, meg nem is értek hozzá annyira. Az biztos, hogy ez a 224 milliárd forint, amit a lakóépületek felújítására szeretne ebből a forrásból Magyarország megkapni, ez kb. 20 ezer lakás mély felújítására lenne elég, ami hát nagyon kevés. A nullánál természetesen több. Mire fordítanák egyébként a többit? Középületekre? Középületekre még ennél is kevesebb, inkább iparfejlesztésre, hálózatfejlesztésre, elektromos hálózatfejlesztésre és egyéb ilyen nagyobb szabású programokra.
Minden esetre azt gondoljuk, hogy ha most ebből a forrásból ennyi tudna rendelkezésre állni, és most nem beszélek arról, hogy megkapjuk-e ezt a pénzt, vagy most nem. Ezt akartam mondani, hogy nem, ugye ki tudja, ki számíthat. Ez politika. Próbálunk nem politizálni, de nem tudjuk, ugye, mert még az egyéb forrásokat sem kaptuk meg. Ugye most ráadásul... Hát ez is kérdéses, hogy az elmúlt. Ez egy következő 3 évre, tehát 2026-ban fejeződne be a magyar tervek szerint, tehát addigra lehetne lehívni ezeket a forrásokat. Hát most ugye hitelt is igénylünk, ami egy más úton bonyolódhat le, és ott is szóval arra, hogy energetikai felújításokra ennek is hitel része van egyébként, tehát ez is úgy néz ki ez a forrás, hogy van egy része, amelyik támogatás, tehát viszontérítés, és egy másik része pedig hitel. Egyébként maga az a pénzösszeg, amit egyébként természetes személyek, társasházak és lakásszövetkezetek kaphatnának meg ebből, tehát úgy jönnek ki a 20 000 lakásnak a korszerűsítése, ott is úgy néz ki, hogy van egy rész visszanemtérítendő támogatás és egy rész, egy hitelrész mindenképpen együtt a kettő. Mi azt gondoljuk, hogy emellé még sok forrást kellene tenni. Van-e erre állami forrás például? Ez nagyon, nagyon nehéz. Én nem láttam nyilván át, hogy mi van a kosárban, meg hogy pontosan mi mire megy el. De azt tudom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és nem csak a lakástulajdonosok számára fontos, nekik is fontos, hogy milyen lakásban élnek, az a lakás mennyit ér, mennyire korszerű, mennyit fogyaszt, mennyit kell rá költeniük. De itt azért más dolgok is figyelembe vehetők. Tehát ugye az építőipar helyzete például, amelyik most ezért eléggé földbe áll. Hát hogy és látom, talán jövőjel még rosszabb lesz. Igen, hát Lázár János is mondta, hogy ugye... Új építések nincsenek nagyon, sem a magánemberek. Fogtak vissza gyakorlatilag. Az a állami beruházások, ha csak a lakóépületeket nézzük, ott is, hát nagy társaságépítések nincsenek, nem indultak, amik még most kifutnak, folynak azok korábban indultak, és a magánemberek sem nagyon építkeznek. Mi azt gondoljuk, hogy anticiklikus eszköz is lehetne akár ez a korszerűsítési szektornak a támogatása, és nagyon nagy szükség volna az építőiparnak is, hiszen az elmúlt években történtek nagy beruházások, akár építőanyaggyártók, akár építőanyagkereskedők, nyilván a kivitelezőknél is történtek olyan nagy beruházások, amelyek most ott állnak. Bizony. És itt nem csak a fizikai kapacitásról van szó, hanem bizony a humán kapacitásról is. Már elkezdődtek elbocsátások, ugye nem régiben hallottunk olyan adatot, hogy akár 20-25%-át is érintheti a munkaerőnek akár az elbocsátás, ami megint egy olyan helyzetbe hozhatja az építőipart, hogy bár először nyilván a képzetleneket küldik el, de a szakemberek meg vagy sorra kerülnek, vagy maguktól továbbállnak, ami megint egy óriási nagy veszteség lenne. Rossz kép ugrik be nekem. A legutóbbi nagy gazdasági válság elején nézett ki ugye az építőipar, hogy megálltak, ott álltak a daruk, és nem tudtak vele mit kezdeni. Hát most nagyjából ugyanott vagyunk, bár talán akkor a válság nincsen, inkább energiaválságról beszéltünk, mint gazdasági válságról. De a kettő nagyon összefügg. Na de ez már egy makroszintű megközelítés. Igen, de a megnyitott gyárak, vagy a megrendelt építőanyag, most hallottam ezt egyébként Juhász Attilától, ugye az Újház vezérigazgatójától, hogy a tavaly év elején megrendelt speciális fuvarozásra való, építőanyag fuvarozásra való teherautó, az most érkezett meg, de már nincs mit szállítani vele. Tehát ezek nem olyan beruházások, amiket 5 perc alatt lehet megtenni, nyilván, és aztán 5 perc nyilván alatt kivezetni. Arról nem is beszélve, hogy itt azt tudjuk, ugye, hogy az épületeink a legnagyobb energiafalók közé tartoznak. Tehát ez bizony Magyarország érdeke is lenne, hiszen az energiafelhasználásunk nagy része itt csapódik le. Tehát sok mindent lehetne megtakarítani. Zsófi, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A bérlakásra nem jutott időn, de se baj, mert erre külön műsort fogunk majd. Meg is érdemli. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Ha velünk maradnak, akkor lakáspiaci körképet hallhatnak majd Beák Attilától. Vendégem Beák Attila, a Beák és Társa ingatlan közvetítő irodának a tulajdonosa. Szia Attila. Szervusz, üdvözlöm a nézőket. Ingatlanpiac, lakáspiac, kicsit hektikusnak tűnik.
Hogy látod? Hát a sajtóban különböző vélemények jelennek meg. Én az egyikkel értek egyet. Ugye sokan írják, hogy megy az ingatlanpiac, meg emelkednek az árak. Valóban statisztikailag lehet azt mondani, inkább nominálisan emelkednek az árak. Soha nem csökkennek egyébként. De soha nem csökkennek. De hát azért csökkennek. De egyébként tényleg megmagyarázhatatlan, hogy miért ilyen szinten mozog az ingatlanpiac. Én azt érzékelem, hogy nagyon kitört a nyár, egyébként is mindig nyáron elég lapos a piac, de most aztán nagyon. Egyébként nem régen jelent meg az MNB-nek és a KSH-nak is egy elemzése. Mind a kettő azt írja, hogy elég jelentős mértékben 30-40%-kal esett vissza a tranzakciószám Magyarországon akkor az előző évhez képest. Döbbenetes egyébként. Tényleg döbbenetes. Az árak egyébként, az árakat motiválja még egyébként egy kicsit a fölfelé az, hogy jelentős számú új lakás van a piacon. Ugye az újak azok az építőanyag áramelések, meg a munkaerő, meg stb. Nem ragozom, hogy mi miatt, de emelkedtek. Ez ugye nyilván egy kicsit húzza magával a statisztikát, de én azt gondolom, hogy a használt lakások abszolút stagnálnak. Bizonyos szegmensekben már elindult lefelé. Igen, de az új lakásokat, ha már említetted, azokat sem lehet olyan könnyen eladni, sőt. Hát én most éppen Balatonon néztem körül, rengeteg eladandó lakás, új lakás van, és kitartják az árakat nyilván, mert nem tudják olcsóban adni, mert a bekerülési költség azért az már adott volt. Nem pörög úgy, mint korábban. Tehát korábban láttunk, hogy fölépült egy 20-30-40 lakásos társasház, és pikpak minden. Akár két millióért is elment a Balatonon. Ki van írva, hogy eladó, már kerítésre is kírják, hogy eladó. A hirdetési portálok is tele vannak eladó balatoni lakásokkal, de ez Pesten is igaz egyébként. A fő probléma valószínűleg itt van, hogy az eladók, ezt sokaktól hallom egyébként, nem akarják lejjebb vinni az árat, mert abban bíznak, hogy annyit el fogják tudni adni. De már eleve magas... Ez kényszerkérdés. Tehát... Jó, de már eleve magas árat szabnak a közvetítőnek is, ha megbíznak közvetítőt, hogy annyira ad el. Hát ez eddig is így volt, vagy nagy részben így volt. Valakit lehet befolyásolni, hogy annyira nem lehet eladni, és hirdessük, vagy el akarjuk adni. Én azt látom, hogy most inkább mindenki ebben a nihilben ül, és nem akarja lejjebb vinni, nem akar bukni rajta. Lehet, hogy ezt 4-5 évvel ezelőtt magasabb áron vásárolta meg, most nem akarja ezt a veszteséget benyelni, inkább kitartja, hogy majd történik valami. És te erre mit mondasz, mint közvetítő? Hát most egy darabig nem fog történni semmi, én ezt gondolom. Ugye kivezetik a csokkot, kezdődik ott, ez a család és otthonteremtési támogatást. Illetve nem tudjuk, hogy visszahozzak, és hogyan majd januárban. Hát annyit mondott Gulyás Gergely úr, hogy valami lesz helyette, de nem tudjuk, hogy mi most kidolgozás alatt van. Én azért egy kormányzat helyében, ha lehet ennyi kritikát a kormányzat felé megfogalmaznom, hogy ha valamit kivezetek, akkor már a helyébe, amit tudom, hogy valami a helyébe kerül, legalább alapszinten ki lenne dolgozva, hogy valamit oda lökjek a közönségnek, hogy ez lesz helyette, vagy hasonló lesz. Igen, mert ez növeli a bizonytalanságot a piacon. Tehát most nem tudjuk azt, hogy most eladjunk, vegyünk, vagy várjunk. Hát ez az eladjunk, vegyünk, vagy várjunk, én azt mondom, hogy várjunk, mert hogy hát mindenki, vagy hát a befektetői ingatlan vásárlás jelentős része kivonult az ingatlan piacról, mert hiszen az ingatlan piacon 5-6% nyereséget lehet elérni a befektetett tőkéhez képest. Ezzel szemben egy banki, vagy ne adj Isten, egy államkötvényben jóval a tripláját is meg lehet szerezni haszonként ebben a tekintetben. Talán nem véletlenül egyébként. Nyilván nem véletlenül, de ettől áll az ingatlanpiac, ha most az ingatlanpiaci aspektusát nézzük. És ez nagyon lényeges dolog. Hát ez nagyon fontos dolog. Akkor kezd el majd megint megmozdulni az ingatlanpiac, amikor az infláció nem lesz ilyen magas, mert ugyan csökkent már, de hát ugye a 26%-ról lecsökkent 17-re, de a 17 is 17% infláció. Ez is benne van, és az begyűrűzik ugye a... Nem is nem ragozom végig, mindenhova, hogy mibe, de az építőanyagba, a munkaerőbe és minden egyébben, mert hát mindenki minden drágában vásárol. Mi történik akkor, hogyha ugye valóra válik az a kormányzati elképzelés és álom, hogy egy számjegyű legyen az infláció, ami minden bizonnyal ugye meg is történik majd. Akár hát október, előbb-utóbb biztosan igen. Megtörténik, nem tudjuk, hogy mikor, bár de azt mondják, az hogy még az idén. Minden bizonnyal, igen. Hát akkor nyilván az államkötvényből ki fognak vonulni a befektetők,
ami megint a kormányzatnak nem jó egyébként, hozzáteszem. Ez azért hozta létre az államkötvényt. Azért hozta létre, hogy ott valami forrás teremtsen, persze. A banki alapok és egyéb befektetési lehetőségek is, ha lecsökkennek egy számjegyűvé, de ugye ehhez kell az is, hogy az MNB alapkamata csökkenjen. Ami még nehezebb. Ami még nehezebb, mert ugye az infláció meg a banki kamat csökkentés azért nem kompatibilis egymással. Tehát azt mondom, hogy ha egy évre tekintünk előre, akkor sem tudjuk megmondani, hogy most érdemes lakást vásárolni, vagy nem. Én azt mondom, hogy inkább a kivárásra kivár mindenki, és arra vár, hogy valami történjen ebben a tekintetben. Jó, hogyha lemegy, még egyszer fussunk neki, ha lemegy mondjuk egy számjegyűre az infláció 9%-ra, akkor mit történt a piacon, az ingat a lakáspiacon? Hát alapvetően semmi. Tehát az építőanyagárak csak 9%-kal fognak emelkedni, most 17-tel emelkednek, most nyilván nem így van, de most ha átlagoljuk ezeket a dolgokat. Ez az új építésre, a felújításra. A felújításra meg az új építésre vonatkozik. A használt lakásokat abszolút nem befolyásolja az infláció, mert hiszen az egy másik befektetési forma. Még mindig azt mondom, hogy csak 5%-ot vagy 6-ot tud maximum egy ingatlan befektetés, tehát a 9 még sehol nincs ehhez képest, és az infláció és a banki alapkamat az még mindig nincs pariba ezzel az 5%-os befektetési lehetőséggel. Mi tudja megmozdítani a piacot akármilyen irányba most? Hát én azt mondom, hogy infláció ide, infláció oda, ha pénz kerül a piacra. Pénz akkor kerül a piacra, hogyha az államkötvény kamatai nem 16% vagy 15 lesz, hanem 10 alá megy, és a banki befektetések is körülbelül ezt az 5-6%-os szintet elérik, illetve a hitelkamatok lemennek, ami már elindult, mert ugye eddig csak 10% fölötti lakásvásárlási kamat volt, most már 8-assal is kezdődik egy-egy befektetési lehetőség. De még mindig nem annyira vonzó, hogy hitelt vegyenek fel az emberek. Tehát még van egy félelem a hitellel kapcsolatban. Még 8% is nagyon sok. Hát ugye akkor volt nagy dömpingje a lakásvásárlásnak, amikor 3-3,5%-ra adták. Sőt, még kevesebb. Még kevesebb a hitelt, igen. A használt lakáspiacon ugye inkább elképzelhető talán az, hogy hitel nélkül vásárolnak, bár ott is az igénybe vettek hitelt elég rendesen. Csak az hosszabbá tette a folyamatot, az értékesítés folyamatát, vagy az adásvétel folyamatát. Hát igen, ha valaki készpénzről oda, hogy leteszi, másnap átadják neki a lakást, és ez a legegyszerűbb. Ugye van, aki hitelt vesz föl rá, mert jó hitelek voltak, és megérte hitelt fölvenni. Hát az egy másfél hónappal legalább meghosszabbította az értékesítési folyamatot, ugye a hitelbírálat ideje miatt. De tulajdonképpen megint azt mondom, hogy a használt lakáspiacon is akkor lesz készpénz, hogyha a bankba nem kapok többet, mint ennél az 5-6%-nál. Úgy érzed, hogy elfogyott a pénz az embereknél, a készpénz? Tehát nem, ez most nem. Nem feltétlenül fogyott el a pénz, tehát ugyanúgy mozog, mindenki kapja a fizetését, meg mindenki üzletel, de addig, ameddig a bankba több kamatot adnak a pénzemért, mint ha egyéb más dologba fektetném, akkor addig oda fogja rakni a pénzét. Rövid távon mindenképpen. Rövid távon az ingatlan mindenképpen. És a lakás is az hosszabb távú történet, hát általában. Ha valaki hozzá, tehát egy 10-15-20 évre gondolkodik valaki, akkor érdemes lakást venni, mert kiadja bérbe, az egy viszonylag fix befektetési lehetőség. Ugye a bankba tartott pénz meg hektikusan mozog, attól függ, hogy a gazdaság hogy működik, milyen az infláció, mennyi a bank, az MNB alapkamata, mennyi, hány százalékos kamatra lehet hitelt kapni, tehát ez egy sok mindentől függő dolog. Ha hosszú távra gondolkozik valaki, nyilván a lakás vagy az ingatlan befektetés. Igen, a bérleti díjak ráadásul viszonylag magasan vannak most, tehát fölfele mentek. Tehát ez is egy következmény egyébként, mert ugye kevesebben vásárolnak lakást, mert régebben, tehát 4-5 évvel ezelőtt még előfordult, hogyha valakit Debrecenbe, Győrbe, Fehérváron, Szegeden, Pécsre fölvették az egyetemre, akkor elgondolkozott a család azon, hogy vesz a gyereknek egy lakást, mert az olcsó hitelből
egyszerűbb törleszteni a hitelt, és majd, ha a gyerek onnan eljön az egyetemre, akkor eladják ezt a 4-5 év múlva ezt a lakást. Még mindig jobban jár az illető család ezzel a befektetéssel, mint ha havi bérleti díjat fizetne, amit sehol nem tud leírni az adójából. Tehát ez egy, mondjuk, hogy kidobott pénz. Igen, ugye akkor olvastam egy tanulmányban, egy friss tanulmányban, hogy az embereknek a 30-33%-a bérlakásban lakna, nem piaci bérlakásban lakna, és nem is a szociális bérlakásban, a kettő között egy támogatott bérlakásban, hát, amire vannak már elképzelések. Vannak, egyébként a nyugati országokban vannak erre példák, hogy nem a lakásvásárlást támogatják, hanem a bérlőt támogatják, és jövedelmi viszonyoktól függően, ha nem tud lakást venni, mert hát, ha belegondolunk egy kijön az egyetemről egy egyetemista. Ha nincs családi háttere, akkor honnan a jó Istenből fog lakást venni? Hát fog kapni 600-800 ezer forint fizetést, hogyha ha nagyon sokat mondok, abból 20 évig nem tud ebből az adósság spirálból kijönni, mert ugye fölveszi a hitelt, elkezdi törleszteni, és 20 évig abból nincs kiút. Nem egyszerű a történet, és az a baj, hogy nem látszik az út, hogy mi történik az ingatlan piacon, de a gazdaságban sem igazán. Tehát hát ameddig a gazdaságban nem látjuk, addig az ingatlan piacon aztán végképp nem fogjuk látni, de ha a gazdaságnál látnánk, hogy merre indul, akkor talán a lakáspiacon is látnánk. Szóval akkor várjunk. Attila, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a kívást. Önöknek köszönöm a figyelmet, lakásvásárra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Tos csatornán, addig is a viszontlátásra, minden jót! Atlenor az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztő. Innovatív A+ kategóriás, zöld környezetben lévő épületei vonzák a bérlőket. A 8. kerületi Arena Business Campus első épületét 2020-ban adták át, második épülete 2021-ben készül el. Az Atlenor irodaházai a legmodernebbek és a legzöldebbek. Műsorunk a HRP Solar üzletágának támogatásával jött létre. Napelem projektek üzleti fogyasztóknak is. Akár 3 éves megtérüléssel a HRP Solar csapata és partnerei kivitelezésében.